Mint minden újonc, a Kisvárda is azzal a céllal vágott neki a bajnokságnak, hogy meghosszabbítsa élvonalbeli tagságát. Két és négy gólos vereséget követően váltás történt a kispadon, Kondás Elemér helyére Dajka László érkezett. A folytatásban gyűjtögetni kezdte a pontokat a csapat, és a jól sikerült decembernek köszönhetően ugyan kieső helyen, de nem reménytelen helyzetben vonult a téli szünetre a Várda. A tavasz az egész mezőny számára izgalmasan alakult, az utolsó fordulói kérdéses volt, hogy kibúcsúzik az NB1-től, végül a Kisvárda 10 győzelemmel, 8 döntetlennel és 15 vereséggel, 38 pontot szerezve a 9. helyen zárta első élvonalbeli szezonját. A kulcs az volt, hogy a decemberi három fordulóban szereztünk 7 pontot, és megadtuk az alapot. Belátható távolságra került a bennmaradás. Még akkor is kieső zónában voltunk, de viszont azt mondtuk, hogy akkor hozunk pár játékost, akiknek az erejével, segítségükkel a tavaszi időszakra jobbak lehetünk. A 4 játékos érkezésével a kezdőcsapatba, illetve azért a Hugo Szekó az kisebb sérülése miatt többször partvonalon kívülről, hogy a kispadra került. Én azt láttam, hogy nagyon megerősödtünk, és az a kiegyensúlyozottság, az erő az a tavaszi szezonban egy olyan teljesítményet engedett, amelyel sikerült a megérdemelt bemaradást kivívnunk. Mint a sportigazgató elmondta, az elmúlt évhez képest jobb helyzetben vannak, mivel több idejük van a keret kialakítására. Igaz, jelentős változások nem várhatók, mivel a futballisták többségének élő szerződése van, és a lejáró szerződésű labdarúgók közül is többeknek tettek ajánlatot. Az augusztus 3-ai rajtig rengeteg időnk van még, most mindenki pihen, ugyanakkor mi már elkezdtünk dolgozni, de a legfontosabb feladatunk az, hogy a jelenlegi magot, a játékosokat, a legjobbakat, a húzókat megtartsuk. Büszkén mondhatom, már 85-90%-ával megállapodtunk a hosszabbításról, azokkal kellett természetesen, akiknek nem volt szerződésük, de 70%-ának volt, úgyhogy velük nem is kell foglalkoznunk. Konkrét kérők még nem érkeztek játékosokért. Ahogy telik az idő, egyre kevesebb esélye lesz, hogy távozzanak, mert nem fogjuk tudni őket pótolni. Tehát ha most jön valakiért, akkor elgondolkodunk, mert a piacon akkor szétnézünk, és talán tudjuk pótolni. Július 24-én jön mindenki, én bízom benne, hogy egy teljes kerettel tudunk már akkor elindulni. 2-3 poszton szeretnénk konkurenciaharcot teremteni a csapatba, és szeretnénk 3-4 olyan fiatal labdarúgót idehozni, akikből egy fél év elteltével stabil NB1-es játékos tudunk majd kialakítani. Az biztos, hogy a klub kezdeményezte a román Minka szerződésének felbontását, helyére a Zalaegerszegen kölcsönben szereplő kapus Zöldesi Illés érkezik vissza Kisvárdára. Vári Barnabás pedig családjukok miatt távozik 4 évi várdai szereplést követően.